Ez az a kereszteződés Pellérden, ahonnan Pécs felé fordulva a legrövidebb úton lehet megközelíteni a kertvárost. Hétfőtől 3 héten át azonban csak Pellérd irányába lehet majd közlekedni ezen a szakaszon. A Pécs felé tartókat a 6-os főútra terelik. Egy irányítás, ez minden eszközre, járműre, tehát a katasztrófa védelemtől a mentőkig mindenkit értesítettük, és annyit kérünk a közlekedőktől, hogy ezt tartsák be. Ez Pécs felé gyakorlatilag plusz 5 perces plusz menetidőt jelent, hogyha valaki a kertvárosba akar menni. Hogyha belváros felé, vagy pedig Pécs északi részére szeretne, ott lényeges forgalom úthoz növekedéssel nem kell számítani. A terelés oka az, hogy a Magyar Közút a Gyódi Elágazás és Pellért között a Magyar Falu program finanszírozásával felújítja az út burkolatát. A régi előregedett aszfaltot felmarjuk, elég vastagon, több mint 10 cm vastagságban, és ezt két rétegben különböző frakcióban fogjuk visszaépíteni. Ezzel a reményeink szerint egy legalább 10 évre ennek az útnak a ilyen jellegű problémáját megoldjuk. Az említett közel 2 kilométer hosszú szakaszon számítani kell majd nagyméretű munkagépekre, így 40 km/h sebességkorlátozás lesz érvényben, és minden irányból jelzőtáblák hívják majd fel a figyelmet a megváltozott forgalmi rendre. A közút munkatársai arra kérik a közlekedőket, hogy a munkaterület környezetében fokozott óvatossággal közlekedjenek. Mint mondták, ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk az aktuális forgalmi helyzetről az utinform.hu weboldalon, vagy az útvonal tervező közösségi rendszereken mobil applikációk segítségével.